világbajnokság fiú 16 egyéni versenyszámában díjakat átadja, Valkos Tamás a versenyigazgatója. Harmadik helyezettek lettek Szász Mihály Beptó és Toltákos János a Pidzsi Tenis. Döntős és második helyzet, Závadszky Mihály, Marsó Tennis Klub, Milán Open. Első helyzet és magyar bajnok, Kovács Marcell, Vasas SC. Gratulálunk, uraim, további sok sikert kívánunk! Mennyire volt teher neked az, hogy első kiemelt vagy? Hát mindig teher, de ugye szeretek teher alatt játszani, mert akkor tudok a legjobban, és jól tudtam játszani egész versenyen, tehát jól sikerült. Mi volt a legnehezebb? Ugye itt játszottál a Jancsi ellen, és ha jól tudom, vissza akartál vágni ellene. Hát igen, a Jancsit mentem ötször kikaptam egymás után, úgyhogy most jól jött fejben, hogy megbírtam venni. Ott az a meccs mind múlott? Hát sokszor vezettem, első vagy második szedben is elbuktam. Hát és stabilabb volt. Milánt ismered jól, hogy készültél ellene? Hát próbáltam variálni a játékot, nyesegetni, és támadni a tenyeresre, már jönni röptézni, és ez sikerült is. Második szedben ott aggódtál egy picit? Egy kicsit erősebb volt, de így is sok esélyt rontottam el. Volt két break előnyem, meg sok break labdám, úgyhogy szerintem meg kellett volna nyerjem, de jól esett. Döntőszedben sikerült. Min múlt szerinted ez a döntő? Tehát mibe voltál jobb? Technika, fizika, mentál, min múlt? Szerintem fejben is nyugodt tudtam maradni, és pozitív, és abból egy szinten feljebb tudtam lépni, és be tudtam fejezni a pontokat. Mit terveztél itt az OB-n? Hát szerettem volna a legjobbomat nyújtani igazából. Itt a döntőben is próbáltam nyomást tenni az ellenfélre, és igazából megnyerni. Ez volt a legfőbb célom, ami nyerni. Nagyon csalódott vagy most egyébként a döntő után, vagy pedig a jobb volt a Marcell? Tehát hogy érezted ezt? Nem vagyok csalódott, mert igazából jól játszottam, én is úgy éreztem, de Marcell is jól játszott. Honnan szedted az erőt ott a második szetnek az elején, mert ott nagyon szépen visszajöttél? Hát az első szetben nem éreztem, hogy kihoztam a maximumot magamból, úgyhogy próbáltam nyomást tenni rá, minél jobban játszani, és igazából elengedni a kezemet. Min változtattál? Tehát ott te konkrétan változtattál valamit a másodikban? Hát jobban elengedtem a kezemet, próbáltam támadóbb felfogásban játszani, és igazából ennyi. Jól láttam-e azt a mérkőzés során, hogy egy kicsit a hosszúságokkal volt problémád, ugye? Kicsit hosszabbak voltak a labdák, tehát nem a hálónál hibáztál, nem ütöttél ide-oda, hosszúság valahogy nem volt meg. Igen. Hát ez szerinted sokszor, miért van? Sokszor lerövidültem, igen, be volt kicsit szorítva a tenyeresem, nem engedtem ki igazából, és sokszor lemaradtam a labdáktól, főleg mikor új volt a labda. Harmadik helyzetet, Siklai Eszter, honvédesnek gratulálunk. Döntős második helyzet, Mihálka Anna, Alfa Teniszkola. Na itt 5 fekvő támadott, én már láttam. Nem kell ide felugrani. És 2024 magyar bajnok a Kálmár utca, Alfa Teniszkola. Gratulálunk, hölgyeim, további sok sikert kívánunk. Nagyon jól kezdted a mérkőzést, ugye megnyerted az első szettet, és utána mi történt? Hát kicsit puhultak a labdák, meg Rucu megszokta a szövetségemet, kevesebbet kellett hibázni, ezért én kezdtem el tudok hibázni, és igen, utána fontos pontoknál nem nagyon figyeltem oda, hát nem figyeltem annyira oda, hogy megnyerjem őket, és igen, ennyi. Luca? Te hogy értékeled ezt a mai döntőt? Hát az első szedben még nem tudtam felvenni a ritmust, de utána a második szedben elkezdtem jobban támadni és erősebben játszani. És a harmadik szedben pedig már mind a ketten szerintem nagyon jól játszottunk, tehát hasonlóan, és ezért lett szorosabb a vége. Igen.
Luca, szerinted mi döntött most itt ebbe a döntőbe? Tehát technika, fizika, mentális, mi múlott ez? Hát talán mentális lehet, igen, szerintem mentálisan. Mennyire zavaró nektek az, hogyha egymás ellen kell játszani egy döntőt, vagy szeretitek? Hát szerintem próbálunk menekülni előle, de nem hát baj, igen, hogyha játszunk. Hát így nem szeretjük azért, de élvezhetjük. Ha muszáj, akkor... És ha mindenket, hogy játszunk, akkor én élvezem.